Márkus Judit színművésznő volt a vendége a karcagi Kunhalom polgári körnek 2012. október 29-én a Dériné Kulturális Központ klubtermében. A kör megalakulása óta arra vállalkozik, hogy a településről elszármazott vagy a városban élő kulturális, egészségügyi, oktatási, közéleti tevékenységet folytató embereket hívja meg baráti beszélgetésre. Az est elején dr. Varga Gyöngyi a kör elnöke köszöntötte a megjelenteket, a művésznőt, családtagjait, akiknek segítségével került sor erre a találkozásra. A beszélgetés elején Márkus Judit óvodáskori emlékeit elevenítette fel, majd egy Brody szerzeményt énekelt el, mely betétdala az ugyancsak színművész férje által írt és közösen játszott kétszemélyes darabnak. Óvodás voltam, és a Csongrádi Katának a Millió Rózsaszál című számát tanultam meg, és énekeltem azt az óvodáskori. Egyébként még hamarabb kezdődött a dolog, mert anyukám mondta, hogy amikor terhes volt velem, itt ül, tehát tanul rám, amikor terhes volt velem, mindig énekelt nekem. Megyem már a hajnal csillag lefelé, és ezt a dalt én tudtam. Nem tudom, hogy hogy, de szóval az első dallamokat akkor szívtam magamba. Egyszer hazavittem egy karórát, ugye anyu? Ugyanis kiderült, hogy ez úgy derült ki, hogy anyunak az egyik munkatársa a hátoló malomba bevitt egy matchboxot. Egy kis autót, hogy ez nem a tietek? És akkor, mert hogy a kislányom órája meg ott van nálatok. És mondta anya, hogy ő nem tud semmiféle óráról, és akkor hazajött, megkérdezett engem, és hát mondtam, hogy de van valami karóra, mondom, elcseréltem az egyik matchboxra. És akkor, mivel anyuék véletlenül munkatársak voltak, ezért hát sajnos vissza kellett szolgáltatnom az órákra, úgy gondoltam, nagyon-nagyon jó. Emlékszel-e még a régi házra, hol együtt voltunk kócos gyermekek? Én elloptam egy egész küveg legvább, és titokban együtt tettem meg veled. Az est folyamán több színházi előadásból vett részletet is megnézhetett a lelkes közönség. Szép szám magas volt. Kerek arca is elnyerte az ördög tetszését. Arca színe, mint a hóé. Hófehér haja is szép, sőt káprázatos volt. Szeme, mint az égé, oly kék. Horgas orra is a hófehérre. Ruhája, mint a jégé és a hóé, szinte a háttérbe olvadt. Bőre, mint a sejem. Néha kőszívű volt az ördöggel, de látszott, hogy a végén meglágyult a szíve. Szerintem nagyon jó színész. Márkus Judit már az óvodában is szívesen énekelt, majd az Arany János úti iskola énekzene tagozatára járt, ahol Fazekas Mária tanárnő javaslatára a Szentesi Horváth Mihály Gimnázium irodalmi dráma tagozatára adta bejelentkezését. Eredetileg író szeretett volna lenni. Ezért a középiskola elvégzése után az egri Eszterházy Károly főiskola kommunikációs szakára jelentkezett.
Ezzel párhuzamosan színházi tanulmányokat is folytatott, hiszen járt Toldi Mária musical stúdiójába, az Új Színház színészképzőjébe is. Játszott Budapesten, tagja volt a Soproni Petőfi Színháznak, és több évig a Szegedi Nemzeti Színháznak. Jelenleg a Kassai Thália Színház művésze. Díjait, szerepeit hosszasan lehetne sorolni, csak néhányat említünk. 1994-ben Kazinci érmet kapott, és Szegeden többször is elnyerte több kategóriában a Dömötör díjat. 2009-ben Kassán Nívó díjban részesült. Anyukám nekem egyszer azt mondta, hogy bármi baj van, vagy bármi történik, ide mindig hazajöhetek. És anyu is, van az öcsém is mindig mindenben megnéz, tehát olyan igazi lelkes rajongó, és nekem nagyon fontos a véleményük. Márkus Judittal beszélgetünk Karcagon a Kunhalom polgári körben. Egy nagyon jó hangulatú estén vagyunk túl. Mondtad, hogy nagyon izgulsz, a Karcagra kell jönni. Most meg különösen nagyon kis bensőséges hangulatú beszélgetés volt. Hogy vettek rá erre? Anyu egyik volt osztálytársa, Varga Gyöngyike hívott meg, ugye nem mondhattam nemet. Igazából ezt még nehezebb produkálni. Tehát ugye az ember fesztelen és kötetlen és baráti, családi hangulatot csinál, mert legalább a színpad az ad egy távolságot, egy bizonyos távolságot, ott van a képzeletbeli negyedik fal az ember előtt, de könnyen ment a feloldódás, úgy érzem, mert nagyon-nagyon jött a pozitív energia, meg a szeretet, tényleg olyan családias hangulatot teremtettünk, hiszen nem voltunk sokan, ellenben olyan emberek jöttek el, úgy érzem, akikből úgy áradt felém a szeretet, úgyhogy nagyon jó érzés volt itt lenni ma este. Nagyon nehéz ez a szakma, vagy ez a hivatás, amit választottál. Nem is erre készültél, mondtad az elején. Mire készüljön fel egy mai fiatal, hogyha elmegy színésznek? Mi az, ami nagyon nehéz ebben a szakmában? Hát talán az, hogy soha nem lehet eleget tudni ez a szakmához. Tehát még idősen is, egyre idősebben is, idősen is van mit tanulni. Tehát mindig van még egy dolog, amit még nem sajátítottunk át. Tehát az ember úgy érzi, hogy már a kisujjában van a szakma, időszínészek azt mondják, hogy akkor is újabb és újabb képességeket szeretne elsajátítani. Úgyhogy ez igazából ez az állandó tudásszom, ez az állandó kíváncsiság tartja szerintem éberen a színész lelkét. Úgyhogy ha az embernek van egy ilyen nagy befogadó képességű lelke, egy kis érzékenysége, viszont elég kemény ahhoz, hogy ne csalódjon akkor sem, hogyha nem válik belőle sztár, vagy hogyha egyik napról a másikra elfelejtik. Tehát itt minden nap újra és újra kell bizonyítani. Soha nem dőlhet kényelmesen hátra egy székben az ember, hanem előről kell kezdeni minden este. Nagy szerepre készülsz most, a végén elmondtad, hogy nagyon szeretnél kisbabát. Egy ideje már érzem, hogy nagyon szeretnék most már gyermeket, nem, tehát korom is ott van, meg egyébként is érzem ezt a nagy késztetést, hogy most már úgy jó lenne a legnagyobb, ahogy tényleg, hogy fogalmaztál, a legnagyobb szerepbe lépni. Az összes kolléganőm azt mondja, hogy nincs az a gyönyörű szerep, ami az anya szerepet tudná überelni. Úgyhogy én is arra számítok, hogy ez lesz életem legnagyobb dobása. Azok a kolléganők, akik anyaság után visszatérnek, azt mondják, hogy olyan fajta érettséget és olyan fajta pluszt jelent az anyaság, amit nem lehet se tanulni, se elsajátítani, se elolvasni. Tehát egyszerűen van egy olyan lelki plusz, azt mondják, ami fantasztikus érzés. Úgyhogy nagyon, nagyon kíváncsian várom, hogy milyen is az valójában. Mama, látod, zavarban vagyok. Most megint egész másra gondolok. Lesz majd talán, igen, lesz majd valaki, és tőlem is ezt kérdezünk. Mit mondjak én akkor neked?
mit mondjak én?